Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel személyesen, élőben az interneten külföldről, az óceánon túlról, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trades részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Természetesen köszöntöm azokat is, akik utólag felvételről néznek minket. Takács Anasztázia vagyok, a PPH 1-9-es szintű vezetője. Hálásan köszönöm vezetőnknek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap háziasszonya lehetek. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk itt a PPH-nál mindenki tegezi egymást, nemtől, kortól függetlenül, olyanok vagyunk itt, mint egy nagy család. Most egy tudatosságfejlesztő előadás következik, amely 18 óráig fog tartani. Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH 1-9-es szintű vezető házaspárja. Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és én is nagyon köszönöm vezetőnknek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdája lehetek. Vas megyéből, Kondorfáról érkeztem feleségemmel, Anasztáziával. Családunkban 6 gyermekünk van, és 4 unokánk. 90 óta vállalkozó vagyok. Korábban üzletkötéssel, majd nagy- és kiskereskedelemmel foglalkoztam, jelenleg pedig családi vállalkozásunkban már csak a PPH tanulói csoportszervezés a fő tevékenységünk. Én 1994 óta vagyok vállalkozó. Először könyvelőként, majd természetgyógyászként dolgoztam. Mára azonban én is a PPH tanulói csoportszervezéssel foglalkozom. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretetkorszakról, az aranykorról. Vezetőnk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni szervezetünk alapítóját, vezetőnket, tanítónkat, mesterünket, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Kérem a színpadra Szedlacsik Miklós mesterkócsot. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Nem vagytok elégedettek? És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Bizonytalanság? Tudatlanság? Elnyomás? Rossz kedvűség? Hát ugye az a helyzet, hogy van egy olyan szó, hogy hatalom. És annak van jó értelmezése, meg van rossz értelmezése. Beszéljünk egy kicsit a jó értelmezésről. A jó értelmezése az, amikor valaki hatalomban van, akkor
akkor tud megmaradni hatalomban, hogyha hat embert irányít. És az a hat ember elfogadja az irányítását annak a személynek, aki hatalomban van. És akkor megnézed, így érvényesül az a hatalom szó. Tehát egy ember akkor nem hatékony, hogyha kevesebb ember vezetésével foglalkozik. Ha meg több, akkor azért nem hatékony, mert az már túl sok. Tehát egy ember hatékonyan hat emberrel tud foglalkozni, ez a hatalom. De ezt a hatalom szót félreértelmezik. Ugyanis a hatalmat az elnyomásra használják nagyon sokan itt a bolygón. Tehát a hatalom az nem arról szól, hogy el kellene nyomni az embereket, és visszaélni azzal a pozícióval, amiben egy ember van, hanem a hatalom az arról szólna, hogy hatékonyan vezetni embereket. És ugye az az igazán hatékony, amit az imént említettem, hogy hat ember tud hatékonyan irányítani közvetlenül egy ember. Most nem tudom, tudjátok-e, hogy a szeretet korban, az az aranykorban, ez hogy lesz? Ez pont így lesz, hogy a hatalommal nem lesz visszaélés, hanem egy ember hat embert fog vezetni közvetlenül. És az a hat is hatot, az a hat is hatot, illetve az már nem hat, hanem 36, ugye 6x6, szor hat, és ha így megnézzük, akkor gyakorlatilag mondjuk egy 1,5 milliárd embert, az ilyen 10 vagy 11 mélységben lehet ezzel a módszerrel irányítani. Tehát, hogy azt értsétek, ez úgy kellene, hogy működjön, hogy a 7 ember kiválaszt maguk közül egyet, és az az egy vezeti azt a hatot. És akkor ez így épülne fel. Az azt jelenti, hogy mindig, ugye, 7 ember kiválaszt egyet, és az az egy annak a 7 embernek a vezetője. De az nem elég hatékony, az a 7. ember, aki alatt van 6 ember, akkor le tudják váltani, ami azt jelenti, hogy összeül a 7 ember, és választanak egy új hatalomban lévő szemét. Oké? Ha nem elégedettek, annak az egy embernek a vezetésével. És gyakorlatilag ki tudod számolni, hogy a 6. hatványon, ugye, vannak a számok, tehát 6x6x6x6x, ez a 6. hatvány. Ez gyakorlatilag mondjuk 1,5 milliárd ember esetén, ez mondom talán vagy 10, vagy 11, vagy 12 mélység összvisz. Tehát nem túl sok. Tehát ez lenne a hatékony vezetés és a hatalomban lévő vezetés. De ugye most a hatalommal nem ezt csinálják, hanem a hatalomban lévő emberek a hatalmukat elnyomásra használják. Tehát a hatalomban lévő emberek szó szerint elnyomják azokat az embereket, akik alájuk tartoznak. Vagy nem, ezt látjátok? Tehát ha megnézed, a munkahelyeken is erről szól a történet, az is egy elnyomás. Erre azt mondják a munkáltatók, hogy de én munkát adok az embereknek. Jó, de a saját érdekedben adod.
Ami azt jelenti, hogy annak, hogy te munkát adsz az embereknek, igazából a saját érdekedben csinálod, és nem az övékében. És ha megnézed, ma a munkáltatók, azok mind a saját érdekükben alkalmazzák az embereket, és nem a dolgozóik érdekében. Tehát azért, mert ha csak ő dolgozna, akkor közel nem lenne annyi haszna, mint hogyha egyre több és több dolgozója van. Minél több a dolgozója, annál nagyobb a haszna. És ezáltal annál több a pénze, és ezáltal annál nagyobb és nagyobb hatalomba kerül. De nagyon érdekes ez a hatalom, mert az emberek félreértik a hatalmat, azt hiszik, hogy a politikusok kezében van a hatalom. Nem. A hatalom az a minél vagyonosabb emberek kezében van, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb vagyona van valakinek, annál nagyobb a hatalma. Oké? Tehát ezáltal megnézed, nem a politikusok a világon a leggazdagabb emberek, hanem azok az emberek, akik a politikusokat irányítják. Oké? És még nem is azok az emberek, akiket az emberek ismernek, akikre kiírnak statisztikákat, hogy kik a világ leggazdagabb emberei. Például Magyarországon is van ilyen lista, hogy kik a leggazdagabb emberek Magyarországon. De érdekes módon a hatalom mégse az ő kezükben van. Tehát Magyarország leggazdagabb embereinek a kezében a hatalom nincs összpontosulva. Mert fel van osztva a világ 13 érdekszférára. És a háborúk azért voltak itt az elmúlt mondjuk 200 évben, hogy ezek a családok az érdekszféráikat érvényesítsék, illetve bővítsék, inkább úgy mondanám, hogy bővítsék. Tehát nyilván a többiek rovására. Mi is magyarok, tehát Magyarország, az egy érdekszférában van. Ugye Európa ezen része, az a Rothschildoké. Tehát amikor azt gondolod, hogy ez a Lőrinc, mi a manó, mindig elfelejtem. Lőrinc mi? Ja, Mészáros, igen. Csak azért felejtem el, mert nekem van egy Lőrinc nevezetű ismerősöm gyerekkoromtól, és emiatt attól a névtől nem tudok elszakadni, csak annak a Lőrinc a vezetékneve. Így itt meg a Lőrinc a keresztnév, így van, és ezért mindig bajba vagyok ebben a Mészáros Lőrinc nevezetű névvel. Tehát amikor az emberek azt gondolják, hogy Magyarországon a hatalom mondjuk Mészáros Lőrinc kezében van, vagy azt gondolják, hogy mit tudom én, az OTP vezért hogy hívják? Csányi, igen, Csányi kezében van, akkor igazából tévedésben élünk. Nem így van. Jó, tehát ők gyakorlatilag inasuk, mondjuk a Rothschild családnak, jó? Tehát tisztában legyünk ezzel. Szóval, de miért beszélek erről? Mert ha megnézed, a hatalomért, tehát a befolyásért, vagyonért, tehát ugye a hatalom ma miről szól itt a világban? Befolyásról és a vagyonról. Tehát, hogy mekkora a befolyása, meg mekkora a vagyona. Tehát minél nagyobb a vagyon, annál nagyobb a befolyás. És ezt úgy érik el, úgy érték el réges-régóta ezek a családok. Hát most gondold végig, valaki gazdag akar lenni, és elkezd gazdagodni a saját életében. Amikor ezek a családok
évszázadok óta gazdagodnak. Évszázadok óta, érted? Tehát mit tudom, itt meg gazdagodnak 30, 40, 50 éve. De az évszázadokhoz képest hol van az? Hát most gondold végig, több évszázad alatt, és azért sokkal, de sokkal nagyobb vagyont lehet fölhalmozni, mint mondjuk 30, 40, 50 év alatt. Tehát az emberek tévhitük van az embereknek a vagyonokkal kapcsolatban és az emberi befolyással kapcsolatban, hogy itt a bolygón melyik családnak van a legnagyobb befolyása erre a bolygóra? Hát egyértelmű a válasz. A Rothschild család. Oké? És ha rákeresel, a Rothschild család nem szerepel a leggazdagabb emberek között. Mert az egy család. Érted? Tehát olyan statisztika nincs, vagy legalábbis nem nagyon szeretik, ha van, hogy melyek a legnagyobb leggazdagabb családok. A legnagyobb hatalommal, a legnagyobb befolyással bíró családok. Pedig, ha utána néz az ember, akkor megtalálja ezt. És gondold végig, te történelemben meg én is azt tanultuk, hogy kiirtották a Romanovokat. A Romanovok benne vannak a 13 leggazdagabb családban. Na, erre van gomba. Oké, akkor hogy írtották ki őket? Hát kiírtották a két, tehát az uralkodó házaspártot, meg a családját. De a Romanovok azok nem csak ők voltak, egy, kettő, meg nem csak Oroszországban volt vagyonuk. Oké? Tehát mondom, 13 családban a Romanov család benne van. Tehát a Romanov család vezeti Oroszországot. És tudod, miért volt az első és a második világháború? Hogy a Romanov családtól megszerezzék Oroszországot. És melyik család akarta megszerezni Oroszországot a Romanov családtól? Hát a Rothschild család. Hát éppen volt nálunk egy rokonunk, Mariannak az unokatestvére, és ha lehet ilyen dolgokról beszélgetni, mert érdekli, hogy például azt, hogy ugye az emberek nem tudják azt, hogy a háborúk, ugye az első, második világháború igazából ezeknek a családoknak a harca volt. Egymással szemben. Tehát ugye, ha megnézed, a Vilmos császár, német uralkodó, első világháború, és az angol király, nak a nagymamájuk ugyanaz a személy. Azaz unoka testvérek voltak. Unoka testvérek háborúztak egymás ellen. Ezen a nagymama teljesen ki volt akadva, hogy gyakorlatilag az unokái háborúznak egymással. Hát nézd utána a történelembe, ez történelmi tény. Oké? De nem érdekelte őket, hogy a unokatestvérek, érted? Őket egy érdekelte a hatalom. Oké, a befolyás. Hogy minél nagyobb legyen a befolyásuk a világban. Hát gondold végig, az angol uralkodóház hány évszázada foglalkozik azzal, hogy a befolyását növelje. Oké? Tehát de ugye ezekről is érdemes tudni egy-két dolgot. Hogy az uralkodó házakban a legtöbb uralkodó ház a bolygón, az kékvérű,
Ugye ez, hát az a újdonságot nem mondtál, hogy kékvérű. De az mit jelent? Az azt jelenti, hogy hidegvérű is. Oké? Okay. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs bennük szégyenérzet, szánalom, együttérzés, megbánás. Ezeket a tulajdonságokat ők nem ismerik. Tehát azok a személyek, akik mondjuk kékvérűek, vagy hidegvérűek, nem ismerik ezt. De hát azt is ehhez tudni kellene, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát sok mindenben, a legtöbb dologban egyformák vagyunk, de a kékvérűekkel szemben nem vagyunk egyformák. De köztünk is, nem köztünk itt PPH-sok között, hanem itt a világunkban, az átlag emberek között is vannak kékvérűek. Csak ők nem tartoznak az uralkodó osztályhoz. Őket úgy hívják, hogy pszichopaták. Nem vicc. Ez komoly. Tehát ugye vannak a szociopaták, akik családi elnyomás hatására, gyerekkori családi elnyomás hatására lettek elnyomók. Szociopaták. És vannak a pszichopaták, akik örökölték az érzéketlenséget. Tehát a szociopata és a pszichopata közt látszólag nincs különbség. De ha utána nézel, az egyik, az nem örökölte az elnyomói tulajdonságokat. Tehát az érzéketlenségeket nem örökölte. Oké? Hanem érzéketlenné tették gyerekkorba a szociopatát. A pszichopata, az pedig megnézed, valamelyik hozzátartozója szintén pszichopata. Tehát szintén érzéketlen. Az azt jelenti, amit az imént elmondtam, hogy nincs benne szánalom, nincs benne megbánás, nincs benne együttérzés, nincs benne sajnálat, nincs benne könyörület. Oké? És tudjátok miért? Mert mások a génjeink. Ők nem génhibásak. Másként lettek legyártva. Hát ha most azt gondolod, hogy az ember az az evolúció része, akkor óriási tévedésben vagy. Az ember egy lombik lény. Lombikba hozták létre az első embereket. Oké? Okay. Tehát az emberiség, minden egyes emberiség, az lombikból jött létre. Lombikba hozták létre. Érted? Ami azt jelenti, hogy kikísérletezték, hogy milyenek legyünk. És két fajt hoztak létre. Mind a két fajtba raktak hüllő, a testről van szó, hüllőgént és emlősgént. Tehát hüllőgént és emlősgént. De nem mindegy, milyen az arány. A hüllőgén kevesebb, az emlősgén több. És egy átlag embernek a hüllőgénje az ilyen átlag 5%. A pszichopatáknak, beleértve az uralkodó házakat is, ezért jó, ha tudod, hogy az uralkodó házak tagjai azok pszichopaták. Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Az pedig olyan 30-40% a hüllőgén. Oké? Okay? És azok is, akik nem az uralkodó osztályban vannak, de pszichopaták, tehát örökletesen hiányoznak ezek a tulajdonságok, amiket felsoroltam már többször itt. Azok szintén abból a fajta emberből jöttek létre. Csak éppen nem tartoznak az uralkodó osztályhoz, hanem
A környezetükben lévő emberek életét keserítik meg az érzéketlenségeikkel. Tehát simán lehet, hogy te itt tanulsz, és közben a párodról meg nem is tudod, hogy pszichopata. Tehát, hogyha neked olyan párod van, hogy már megállapítottad róla, hogy hát nincs benne könyörület, nincs érzéketlen, nincs benne szánalom, nincs benne együttérzés, stb. Stb. Hát ez, ő az örökölt, örökletes pszichopata. Kékvérű ő is. Tényleg. Hidegvérű. Érted? Tehát túl sok a génjük, a hüllőgén. Oké? Tehát miért hozták ezt létre? Nem megyek bele most. Egy egyszerű magyarázatot kapsz, jó? Azért hozták létre, mert hogy ilyenek legyenek. Hogy érzéketlenek legyenek az emberekkel szemben, a többi emberrel szemben. Oké? Hogy a többi ember érzékeik, érzékelésük, érzékenységük is ne befolyásolja az ő működésüket. Világos? Tehát létrehoztak egy átlagembert, meg létrehoztak egy uralkodó osztályt. Oké? Nyilván az átlagembert jobban szaporították, mint az uralkodó osztályt. De meg is nézed, az átlagembereknek sokkal, de sokkal több gyerekük volt, mint az uralkodó házaknak. Oké? Tehát az uralkodó házak, az közel nem szaporodtak úgy. Na most, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy értsed, hogy van benned hüllőgén. Ha megnézed a emlősöket, ők vedlenek. Tehát a szőrüket levedlik. Ezt csinálja az ember is. Hullik a szőrünk. Nem? A hajunk is a szőrünkhöz tartozik. Azt nyilván az a természetes, ha újra nő. De nem csak szőrhullásunk van, és az emlősöknél nincs ez. Mi hámlunk is. És milyen állattípus veti le a bőrét? Az a hámlás, amikor leveti a bőrét. A hüllő. Oké? Okay. Hát ha nem hiszed el, hogy van benned hüllőgén, itt a bizonyíték, érted? Tehát az állatok, azok nem hámlanak. Mármint az emlős állatok, úgy értve. Hámlanak, csak nem az emlősök. Az emlősök csak vedlenek. Érted? Levedlik, tehát hullatják a szőrüket. És ott van például a hüllő, amely leveti a bőrét. És akkor új bőr van alatta. Ugyanezt csinálja az ember is. Oké? Okay? És akkor megnézed, vannak olyan emberek, akik ezt fokozottan csinálják, ezt a hámlást. Van, akik kevésbé. Hát attól függ, milyen arányú a hüllőgén. Tehát most gondold végig, mitől mi mondjuk valaki összeházasodik. Ugye amúgy is párkapcsolati coachképzésünk van még. Összeházasodik mondjuk egy pszichopatával. Egy olyan emberrel, akiben nincsenek érzések. Oké? Okay? Lesz egy gyerekük. Az azt jelenti, hogy a gyereknek kevesebb lesz a hüllőgénje, mert ugye, mit tudom én, ha az egyiknek 5%, a másiknak meg mondjuk 25, akkor azt összeadjuk, 30, visszaosztjuk, akkor ő 15%-ban fog rendelkezni hüllőgénnel. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy már kevésbé lesz olyan, mint mondjuk a szüleje volt, mármint ebbe a vedlés, hámlás terén, jó, de ugye az ember az nem vedlik, hanem hámlik.
meg hullatja a szőrét, de gondold végig, hogy az uralkodó családok, ugye számos uralkodó család van a bolygón, miért van az, hogy időnként olyan házastársat keresnek, aki átlagember, átlag génekkel? Hát, hogy lecsökkentsék a gén, a hüllőgén arányt. Mert hogyha csak egymással házasodnak, akkor még egy kis fokozódás is tud lenni. Tehát ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nincsenek rokonságba, de csökkenten, tehát mindenkivel az uralkodó osztályban lévő emberek, de keresnek olyanokat, akik például, mondok példát, az első ilyen, akiről film is készült, az a Grace hercegnő volt, Monakóban. Javaslom, fönn van az oldalunkon, nézzétek meg. Egy jó film. Jó? És ő a Grace Kelly színésznő. Az egy ismert, azt hiszem talán Oscar díjas is, amerikai színésznő volt. És őt vette el a monakói király. Oké? Gyerekeik is lettek. Nyilván ott már alacsonyabb a hüllőgén. És nem tudom, tudjátok-e, hogy miben halt meg? Autóbalesetben. Jó? Nézzük a másikat. Ugye Diana hercegnő Angliában. Ő is átlag ember volt. Oké, nem kékvérű. Náluk is az a szerepe volt, hogy csökkenjen a hüllőgén arány. Mi behalt meg? Autóbalesetben. Nem érdekes? Hogy ezek a hölgyek érdekes mód autóbalesetekben halnak bele. Nem? Nem fura? Szóval, a világunk az nem az, amit látunk. A világunk az egy kicsit más. Sőt, mondhatjuk azt, hogy sokkal másabb. Nem az van, amit látunk. Az egész mögött, tehát ez olyan, szokták mondani, hogy színfalak mögött. Tehát amit látunk, az egy színház. Tehát amit a világunkban látsz, az egy színház. Azt mutatják neked, amit akarnak. Közben a háttérben meg azt csinálnak, amit akarnak. Tehát mikor, ki az, aki volt már színházban? Közöket? Oké, szuper, mindenki. Tehát beülsz a színpad elé, ugye a nézőközönségbe, és látod azt, amit a színészek előadnak neked. De azt nem látod, mikor lemegy a színpadról a színész. Hogy a színfalak mögött közben mit csinálnak a színészek. Ezt nem látod. Na, ugyanígy élünk a világunkban. Van egy színház kirakva nekünk, és közben a háttérben közel nem az folyik, mint amit a színfalak előtt látsz. Tehát a színfalak mögött nem az zajlik. És ez nagyon régóta így van. Hát most gondoljátok végig, az ókori Egyiptomban még istenek, meg félistenek uralkodtak. Tehát az azt jelenti, hogy olyan személyek, akik nem emberek voltak, és uralkodtak az embereken. Ugye a félisten az azt jelenti, hogy félig ember,
félig Isten. Az Isten pedig azt jelenti, hogy teljes egészében Isten. Jó? Tehát nem ember. És meddig uralkodtak? Hát ők sokkal tovább uralkodtak, mint a többiek, ha csak nem tették el időben lábalól őket. Szóval lényeg az, hogy nem azt tanultuk, nem azt látjuk, mint ami ténylegesen van. Egyáltalán nem. De van is egy ilyen mondás, hogy színház az egész világ. Szerinted ne véletlenül találták ezt ki? Na most, mi baj van ezzel, hogy színház a világ? Hát ezzel van egy nagy baj. Tudjátok micsoda? Hogy a színház az egy megjátszott dolog. Érted? Az nem a valóság. Még akkor is, ha egy színház valóságot dolgoz föl. De az azt jelenti, hogy az csak egy feldolgozása a valóságnak, az nem a valóság. És tudod, mi a baj? Az a baj, hogy ezáltal az átlag emberek hazugságban élnek. Tehát hazugságban tartják őket. Na most a hazugság, az meg egy etikátlanság. Tehát eleve, ha te valakit hazugságban tartasz, akkor vele szemben etikátlan vagy. Oké? Azt pedig úgy hívják, hogy elnyomás, ha valakit valaki hazugságban tart, az valamilyen szintű elnyomás. De nem is ez a lényeg, hogy boldoguljon, hanem az a lényeg, hogy boldoguljon egy olyan ember, akit hazugságban tartanak. Na ez a kulcskérdés. Hogy boldoguljanak az emberek, ha tömegeket, ugye a tömegekben ott vannak az egyének, hazugságban tartják. Tehát ezért látod azt, hogy az emberek nem boldogulnak. Tehát mit értünk a boldoguláson? Nem érzik magukat jól a bőrükben. Tehát minél nagyobb hazugságokat generálnak a bolygónkon, lásd Covid, hát minél több hazugságot, minél több színházat raknak ki, az emberek annál boldogtalanabbak. Vagy rosszul látom? Tehát ez annyit jelent, hogy nem lehet az ember boldog, ha hazugságban él. És ugye azt gondolják a családok, megint maradjunk párkapcsolat, hogy hát hogyha mindent őszintén megbeszélnek, akkor boldogok lesznek. Boldogabbak lesznek, mint azok az emberek, akik még ebben a világunkban nem is beszélnek meg őszintén dolgokat. Azoknál lényegesen boldogabbak lesznek. De nem tudnak teljesen boldogok lenni, mert tehát a család az egy mikro közösség. Oké? Tehát az emberiséghez képest egy mikroközösség, egy pici kis közösség. De az ember a családjával egy nagyobb közösségben él, egy makroközösségben. Ezt úgy hívjuk, hogy emberiség. Oké? De úgy is lehetne mondani, hogy egy nemzet, az is egy makroközösség. A családhoz képest. És akkor végig gondolod ezt az egészet, tehát a családban, ha egyedül élsz, mármint egyedül nem tudsz élni, mert ugye minimum ketten vagytok, de úgy értve, hogyha magadat nézed, és hazugságban élsz, akkor nem tudsz boldog lenni.
ha ugyanez egy makró környezetben van, hogy a családoddal őszinte vagy, családban mindenki őszinte, de egy olyan társadalomban élsz, ami hazugságokkal van tele, akkor hogy akarsz boldog lenni? Tehát ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ezért csinálták azt régen, hogy mit tudom, elvonultak Kolostorba. Vagy létrehoztak egy saját kis valamilyen közösséget, érted? De hát azt el kellett zárni a többiektől, hogy a többiek hatása az ne keveredjen oda be. De akkor is maga a világ, azt ha megnézed, az mindig itt az elmúlt évezredekben akár a hazugságokra épült. Tehát mindig egy színház volt a világ. Az a mindig az azt jelenti kivétel, amikor valamilyen társadalom elérte az aranykort. Na akkor nem. És minden olyan társadalom, amelyik elérte az aranykort, az a hazugságból érte el az aranykort. A vaskorból érte el az aranykort. Egy olyan világból érte el az aranykort, ami a hazugságra épült. A vaskor épül a leginkább a hazugságokra. És mi a vaskorban élünk jelenleg. Ezelőtt volt egy bronzkor, de most nem fém használatra vonatkozik, hanem értékre vonatkozik, szellemi értékre. A vaskor az a legalacsonyabb szellemi érték. A bronzkor az egy magasabb szellemi érték, az ezüstkor egy még magasabb szellemi érték, és az aranykor a legmagasabb szellemi érték. Ezért hívják aranykornak. De az aranykor volt legrégebben, aranykor után lett ezüstkor, utána lett bronzkor, utána vaskor. Oké? Még ezt is rosszul tanítják a történelemben. Szóval, mert azt is meghamisították. Most gondold végig, itt élünk egy vaskorban, a legalacsonyabb szellemi értékek között, ahol a legtöbb hazugság vesz körül minket, az összes korszakot figyelembe véve. Hogy legyen az ember boldog, mikor arra hivatott, hogy boldog legyen? Hogy legyen boldog? Tehát hiába akar az ember boldog lenni, ha körülvesz a hazugság, érted? Mondom, ez olyan, mintha egy családban körülvesz a hazugság. Tehát a párod hazudik, érted? Mint a vízfolyás. Most egy olyan világban élünk, ahol a hatalom hazudik, mint a vízfolyás. Nem tudom, világos-e. Tehát szinte semmi nem igaz, vagy semmi nem úgy van, mint ahogy mondják. Szinte semmi, érted? Na most, hát akkor mi a megoldás? Hát most gondold végig, mi ennek a végeredménye? Tehát mi a végeredménye annak, hogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatban élnek az emberek azért, mert egyre többet és többet hazudnak. Ez olyan, mint a párkapcsolatban, hogyha egyre többet hazudik a párod, te annál rosszabbul érzed magad. Nyilvánvaló, meg ő is, természetesen. Mind a ketten. Jó, tehát nem kellene létrehozni egy másik társadalmi formát, ahol nincsenek hazugságok, ami nem a hazugságokra épül. Nem kellene például a hatalmat úgy megszervezni, mint amit az elején elmondtam. Hogy 7 ember választ egyet, majd újabb 7 ember választ egyet, és így megy fölfele. Világos ez? És lentről épül fel a csúcs. És a teteje is úgy van, hogy 7 ember választ egyet. Jó? Na, ez az igazi hierarchia. Oké? És igazi hierarchikus felépítés. Ezért ugye a következő társadalmi forma,
az nem anarchia, nem demokrácia, okay? Nem kommunizmus, meg szocializmus, hanem hierarchia. Oké? Okay? Tehát ennek kell lenni. Tehát a hierarchiában nem hazudhat az vezető, mert másnap leváltják. Világos ez? Fogja és az a hét ember leváltja, és választ köztük egy másikat, közülük egy másikat. Világos? És mivel többség dönt, onnantól kezdve neki annyi. Oké? Okay. Részt vett a szavazásban, de magára nem szavazhat. Jó? Szóval, lényeg az, hogy gondold végig, mi lesz ezzel a társadalommal, hogyha a társadalom egyre több és több hazugságot megenged a hatalomnak. Mit jelent a megengedés? Az azt jelenti, hogy elhiszi. Ez a megengedés. És azt csinálja, amit a hatalom javasol. Vagy nem ez volt a Covid-nál? Elhitték és azt csinálták, amit javasolt a hatalom. És nem láttak át ezen a hazugságokon, amit csináltak. Nem láttak át. Tehát első pillanattól kezdve mondtam, hogy az influenzának egyik fajtája. Oké. Okay. De nem volt elég, hogy azt mondják, hogy ez az influenzának egyik fajtája, hanem már valami hangzatos nevet kellett neki adni. Tehát első pillanattól át lehetett látni ezt az egészet. Tehát ami a világunkban folyik, az az egyénekre úgy hat, hogy elbutul az egyén. Tehát, hogy az egyén hajlandó arra, hogy hazugságban éljen, az elbutulást jelent. Ez olyan, mint egy párkapcsolatban. Hogy gondold végig, hogyha hagyja az egyik, hogy a másik végig hazudja a párkapcsolatot, az a totális elbutulás, ezt úgy szokták mondani, hogy totális elhűlés. És ez ugyanígy működik makrószinten is, mint ahogy mikrószinten a családoknál. Ugyanúgy, ha az egyén hagyja, hogy a hülyeségeket elfogadja, érted? A hazugságokat elfogadja, akkor ez elhűlést okoz. Ezt jó, ha tudja mindenki. De semmi gond. Akik a környezetedben el akarnak hűlni, hagyd rájuk. Jó? Nyugodtan. Nekünk azok az emberek kellenek, akik nem akarnak elhűlni. Akik kíváncsiak az igazságokra, és nem a hazugságokra kíváncsiak. Tehát megnézed, a média az egy az egyben hazugság. A hírek hazugság. Oké? Akkor filmek, dokumentumfilmek, mind hazugság. Egy sem a valóság. Tehát gondold végig, mondjuk egy dokumentumot, filmet fölvesznek, azt gondolod, hogy az nem hazugság. Hát de kivágnak belőle részleteket. És belerakják a, mit tudom én, a kommentátornak a gondolatait. Érted? A befolyását. Tehát nincs valóság, ez mind színház. Még a dokumentumfilmek is színház. Ezért te nézed úgy ezeket, hogy mi az igazság szerinted. Tehát a lelked meg tudja mondani, hogy abban mi az igazság és mi a hazugság, hogyha ebből a szempontból nézed. Nyilván ehhez egy jó hangulatban kellene lenni, hogy megkapd azt a választ, hogy
ekkora ökörségeket hogyan mondhatnak? Hát így kellene nézni mindent, így kellene hallgatni mindent, hogy mi az igazság, meg mi a hazugság. Tehát amikor nézik az emberek a különböző filmeket, akkor mit akartam mondani? Na mindegy. Közben másra is gondoltam, azt kiment. Szóval, nem úgy kell nézni filmeket, hogy csak szórakoztasson. Érted? Hanem úgy, hogy mi benne a manipuláció. Mivel akarnak ott benne manipulálni? Mert, hogy manipulálni akarnak, az biztos. És ki akar manipulálni? Hát a pszichopaták. Világos? Tehát, ugye ma a világ fölépül egy hierarchiában. Az azt jelenti, hogy van ez a 13 család, ezt a 13 családot kiszolgálja 300 család, azt a 300 családot kiszolgálja további, mit tudom én, pár ezer, érted? És így épül fel a hierarchia a világban. És ők mindent a hazugságra építenek. És elérik azt, hogy az egyén az ne gyanakodjon. Ne gyanakodjon. Na most nézzük, még menjünk egy kicsit vissza a génjeinkhez. És az ő génjeikhez. Tehát ugye tudjuk, hogy a hüllők azok hidegvérűek. Az emlősök melegvérűek. Oké? Okay? És a melegvérű azt is jelenti, hogy magasabb frekvencián rezeg. A hidegvérű alacsonyabb frekvencián rezeg. Az azt jelenti, hogy a melegvérű jobb hangulatú tud lenni, tehát magasabb, jobb hangulatra tud felmenni, mint egy hidegvérű ember. Ezért látod azt, hogy az uralkodó osztály az valahogy hogy nem tud örülni. Örülni. Nem vetted észre? Tehát nem örülnek. Tehát úgy igazi örömöt sose látsz rajtuk. Miért? Mert nem tudnak azon a hangulaton lenni, amit az öröm kifejezés jelent. Tehát a hüllők alacsonyabb rezgésűek. Tehát akinek magasabb a hüllőgénye, alacsonyabb rezgésű. Tehát nem tud olyan jó hangulatú lenni. Oké? Okay? És viszont a többiek magasabb rezgésre föl tudnak menni. De hogy a hüllők jól érezzék magukat a magasabb rezgésű környezetben, ezért le kell húzni a magasabb rezgésű embereknek a hangulatát. Világos ez? Mert különben nem érzik jól magukat abban a magas rezgésű környezetben, amit a hüllők tudnának produkálni, nem a hüllők, az emlősök tudnának produkálni. Oké? Okay? Tehát mi emlősök képesek vagyunk arra, akik ugye 95%-ban vagyunk emlősök, képesek vagyunk arra, hogy jóval magasabb rezgést produkáljunk, mint akik mondjuk 30-40%-ban hüllők. Világos? És csak 60-70%-ban emlősök. De ők, mondom, hogy jól érezzék magukat a környezetben, ugye mi szükséges? Hát az, hogy lehúzzák az emlősöknek, tehát az átlag embereknek a hangulatát. Oké? Okay? És ugye mi szükséges még? Hát ugye gondold végig, vannak a magasabb hüllőgénekkel élő emberek, és vannak echte hüllők.
Nem itt a Földön, a világegyetemben. Tehát ami azt jelenti, hogy 100% hüllőgénekkel rendelkeznek. És ők ugyanolyan társadalmat hoztak létre a világban, mint ami itt a Földön van. Vagy ugyanolyan társadalmat, mint az isteneink, amit létrehoztak. Oké? De mivel alacsonyabb rezgésűek, mint az emlős alapú istenek, tehát az azt jelenti, hogy a testükben ott van az emlős gén, ezáltal ugye ez a két faj, a magas rezgésűek és az alacsonyabb rezgésűek nincsenek jól meg. És meg fogsz lepődni, mert a Földben üregek vannak, és ebben az üregekben élnek nem kevesen hüllők. Tehát értelmes hüllők. Értelmes hüllők. Akiknek a génjeik vannak benne a mi géneinkben. És a pszichopaták génjeiben. Na most, mivel ők 100%-ban hüllők, tehát a testük az hüllő, és vannak a 30-40%-ban hüllők emberek, kiszolgálják a 100%-os hüllőket. Oké? Kiszolgálják. Mert ebben azonosak, hogy nincsenek érzékeik. Érzékeik vannak, érzékeléseik nincsenek. Érted? Nincsenek. Tehát nincsen, nem érzékelnek, tehát nincs. Amiket elmondtam, érzéseik, nem érzékelések, érzéseik. Nincsenek. Tehát nincs. Az imént felsorolt érzései. És ezek a hüllők, a 100%-osak, ezek irányítás alatt tartják az uralkodó osztályokat. Oké? Okay. Milyen célból? A bolygónk az egy olyan környezetben van, illetve a naprendszerünk, egy olyan galaxisban van, ahol az emlős alapú istenek irányítanak. De itt a Föld, ahol a Földben vannak 100%-ban hüllők. És ez olyan, mint egy vár. Egy várat belülről lehet legjobban bomlasztani. Nem kívülről. Hát gondold végig, ha egy várban van egy áruló, emiatt az egy áruló miatt elveszthetnek egy várat a védők. Most az emberiséghez képest, hogy ők nagyon kevesen vannak lenn a Föld mélyén. És főleg, ha az isteneink számát is figyelembe vesszük, ugye nagyon kevesen vannak. Tehát nagyon-nagyon kevesen. És ők ugye úgy tud egy faj szaporodni testben, lehet úgy szaporodni, hogy lombikban létrehoznak, de nem raknak bele egy lelket, akkor az úgy fog működni, mint egy gép. Mint egy állat. Mint egy nagyon értelmes állat. Az azt jelenti, hogy nem lesz kombinációs képessége. Tehát nem lesz megoldó képessége. Tehát a megoldó képességet azt a lelkünk nyújtja. És hát azok a lények, amelyek a Föld mélyén laknak, azok úgy tudnak lelket rakni egy általuk létrehozott testbe, hogyha innen tőlünk elszednek lelket. De ahhoz le kell rontani az egyénnek a hangulatát, nagyon-nagyon,
El kell érni, hogy nagyon rossz hangulatú legyen. El kell érni, hogy megtagadja a fenti isteneit. Oké? Elfogadja a lenti istenek irányítását, és utána, amikor meghal, akkor a lelkét meg tudják szerezni. Oké? És ekkor van lehetőségük a lentieknek szaporodni. Tehát egy lélekkel többnek lenni. Tehát ugye van egy ilyen törekvés folyamatosan. Tehát amikor azt tanították nekünk, hogy mi a saját magunk ellenségünk vagyunk, mi emberek, egy olyan gonosz faj, amely a saját fajtáját kiirtaná, ezt ők propagálták, a lentiek. Amikor arról hallottál a mesékben, hogy a föld alatt élnek lények, gonosz lények, akkor őróluk szólt a történet. Amikor azt mondták, hogy ördögök laknak a föld mélyén, akkor őróluk szólt a történet. Ezek nem mesék, oké? Ez nem mese. Csak mesét szőttek belőle. Mint bármilyen történésből tudnak mesét szőni az emberek. Tudjátok jól. Tehát egy régi történet ez, két részletben jöttek a föld mélyére az ilyen lények. Hozzánk képes kevesen vannak, ha följönnek a föld felszínére, akkor lövik őket. Oké? Innen elmenni nem akarnak, rajtuk keresztül akarják a drakonidák megszerezni a galaxist. Először a naprendszert, majd a galaxist. Ezáltal több csata volt már így. Az egy ilyen csatának az áldozata lett a Jupiter, vagy hogy vagyunk? A Mars után a Jupiter van? Lajos, Mars után mi van, Jupiter? Na, akkor jól mondom. Oké. Tehát Mars után Jupiter van, de ott volt közt egy másik bolygó, amit szétrobbantottak, egy háborúnak a maradványa. Az most kis bolygó övezet, az egy bolygó volt. Oké. Tehát ha megnézed, bizonyos távolságokra vannak a bolygók egymástól. És a Jupiter és Mars között hiányzik egy bolygó. Egy nagyobb távolság van, mondhatjuk azt, hogy egy sokkal nagyobb távolság, mert hiányzik egy bolygó. Az a bolygó ott volt, ősi, ókori iratok, ilyen ábrázolásokban, nem iratokban, ilyen vésetekben, ott van a bolygó. Oké? Tehát nem egy évmilliós történet, hogy az a bolygó eltűnt, és pont egy ilyen harc volt, amikor a mi isteneink és a lentiek, nem a lentiek művelték, hanem egy másik naprendszerben, ugye, ha utána nézel, van egy olyan, hogy drakon csillagrendszer. Oké, onnan származnak ezek. Jó? És ők velük folynak ezek a csaták időnként. Volt egy ilyen csata az 1800-as évek végén is. Oké, tehát több ilyen csata volt itt a naprendszerünkben. Amit ugye a Földön lévők nem feltétlenül éltek meg, de például onnan is lejött egy űrhajó, és onnan indult el a technikai fejlődés. Oké, mikor lejöttek. Szóval, ez úgy működik, hogy tiszta és világos legyen, hogy most mondtam egy pár igazságot, jó? Nem kell ezt elhinni. Tehát nyugodtan hiheted azt, hogy az ember egy olyan faj, amelyik elpusztítja saját magát. Alapvetően egy gonosz faj. És te mit hiszel, ez engem nem érdekel. Én tudom azt, hogy az ember nem egy gonosz faj. Mivel fentről származunk, nem lentről. Az azt jelenti, hogy magas rezgésű
lényektől származunk, isteni lények, amit istenként tiszteltünk az emberek, itt az emberiség történetében mindig istenként tiszteltek az emberek, olyan lényektől származunk. Ők hoztak létre minket azért, hogy ide bele tudjanak költöztetni lelkeket tanulási szándékkal. Erről beszéltem az előző díjmentesben. Jó, tehát lényeg az, hogy azért gonoszak az emberek, mert itt van egy köztünk az emberek között egy pszichopata faj, oké? Beleértve az uralkodó osztályokat. Egy az egyben. Oké? És ezek az emberek nagyon megtanulták azt, hogy hogyan kell manipulálni az embereket, hiszen volt rá több ezer évük, hogy ezt megtanulják. És egész jó gyakorolják. És ezért nem boldog az ember. Mert egy elnyomó környezetben él. Mert hagyja, hogy hazugságokkal legyen tele a saját világa. Nem kíváncsi az igazságokra. És elhiszi a hazugságokat. Tehát nem kellene létrehozni egy normális világot, de hogy lehet létrehozni egy normális világot? Úgy, hogy az egyének tudatosodna. Tehát egyre okosabb, értelmesebb emberekké válnak. Így lehet ezt megvalósítani. Nem másként. Világos ez? És az, hogy az emberek okosodjanak, erre nem sok hely van a világunkban. Ráadásul a legtöbb ember számára ilyen szempontból elérhetetlen, anyagi szempontból elérhetetlen. Nálunk elérhető. Nálunk meg lehet csinálni, hogy lehet fejlődni. Megvannak rá a módszerek. Várunk erre szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Ma már elmondtam, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, és hogy azóta is itt tanulok a Nyílt Akadémiánál, ennek már több mint 6 éve. Az ember és életjobbító kócsképzések által az életemben jobban tudom kezelni az életterületeimet. Az itt kapott tudás által egyre jobban megismerem önmagamat, több rossz tulajdonságomon sikerült már változtatnom, és korábban túl naív voltam az emberekkel kapcsolatban, sokan kihasználták a jó indulatomat. Ma már sokkal jobban és reálisabban látom a hasonló helyzeteket, átlátom, és jobb döntéseket hozok. Mielőtt döntéseket hozok, sokkal több információt gyűjtök be, mint korábban. Körültekintőbb vagyok, mérlegelek. És alszok rá egyet a döntésekre. Azt vettem észre, hogy kevesebb nehézséget élek meg személyesen, mint korábban, és mégis egyre több tapasztalatra teszek szert, ezért könnyebbnek tűnik az életem. Ami még nagyon sokat jelent számomra itt a PPH-nál, hogy van egy a bolygón teljesen egyedülálló küldetésünk, hogy létrehozzunk egy jobb, élhetőbb világot, a szeretett kort, az aranykort. Ennél nemesebb feladat nincs ma a bolygónkon. Egy új korszakot teremthetünk. Azt javaslom neked, hogyha szeretnél jobban boldogulni az életben, mint ahogy eddig boldogultál, szeretnél egy jobb világban élni, egy új korszak létrehozásában részt venni, hallgass meg mesterünk néhány előadását, és ha egyet tudsz érteni az elhangzottakkal, akkor ne gondolkodj, itt a helyed köztünk. Keress a közösségi oldalainkon egy szimpatikus PPH-st, és csatlakozz hozzánk, mi szeretettel várunk. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy beiratkoztam a Nyílt Akadémiára.
és hogy azóta is részt veszek Szedlacsik Miklós ember és életjobbító coach képzésein. Az itt kapott tudás által sikerült sok mindenben változnom, ma már beszéltem erről, mert sok régi rossz mintámat, szokásomat ismertem fel, és változtattam meg. Persze ez egy folyamat, amelyen mindig újabb és újabb felismerések születnek, és akadnak még olyan dolgok, amiket meg kell változtatnom, de hát ezen az úton járunk mindannyian. Tehát olyan nincs, hogy tökéletesek lennénk, hiszen akkor nem lennénk itt. De ha nem tanulnék itt, akkor nem kaphatnék ilyen tudást, módszereket, és nem is venném észre, hogy mit csinálok rosszul, hiszen a szüleink mintáján okulva azt gondolnám, hogy az úgy van rendben, az úgy van jól. És a baj ezzel az, hogy azt a mintát adnám tovább a gyerekeinknek, az unokáinknak. És ez nagyon nem lenne jó, hiszen nagyon fontos az életünkben, hogy ők is egy egyre jobb világot hozzanak létre, hiszen ők a következő, a jövő generációi. Én nagyon büszke vagyok, ugye Jácint mondta már, hogy nekünk 6 gyermekünk van, 4 unokánk, és én nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen 6 gyermekünkből 5 itt tanul a Nyílt Akadémián velünk együtt. És a nagyoknál látjuk azt, hogy tényleg az életükbe, ahogy beépítik ezt a tudást, mennyivel könnyebb. Nyilván vannak még ott is javítani valók, mint ahogy még a mi életünkben is, de egyre könnyebben boldogulnak, és egyre könnyebben veszik ezeket az akadályokat az itteni tudás által. Amikor ide jöttünk tanulni, nagy öröm volt számunkra, hogy egy olyan tanítóra találtunk, Szedlacsik Miklós személyében, akinek az élete területei rendben vannak. Aki hiteles abban, amit tanít, aki úgy él, ahogy mondja. Korábban is sok tanfolyamon részt vettünk, de ezeket nem igazán láttuk az ottani tanítókban. Sajnos kevés manapság az olyan ember, akinél valóban működik a gondolat, szó és cselekedet egysége. Szedlacsik Miklós pedig egy ilyen ember, és egy ilyen tanító, akinél ez rendben van. Akik kitartóan tanulnak itt, a Nyílt Akadémián, nem adják fel, és be is építik a tudást az életükbe, használják azt, azok mindenki arról számol be, hogy egyre jobbá válik az élete. És ezért azt javaslom neked, aki hallgatsz minket, mert az sem véletlen, hogy ne halogass. Kezd el a tanulást itt a Nyílt Akadémián, most, és biztos, hogy nem fogod megbánni. Hiszen erre már számtalan példa van itt, hogy jobbá vált az életünk, boldogabban élünk, és ezt te is megélheted. Az első havi tandíj most akciósan mindössze 19.700 forint, a következő hónaptól szintén akciósan csak 12.500 forint, ezért az árért most ingyen kapsz egy saját jövedelemszerző tevékenységet is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, a 3 hónap most csak 44.700 forint. Ennyi idő mindenképpen kell ahhoz, hogy átlásd, hogy mi folyik itt. Még egyébként akkor sem biztos, hogy át fogod látni. Én nekem 3 év kellett ahhoz, hogy a fejembe helyére kerüljenek azok a dolgok, amiket nem jól tudtam. De ugye addig nem is tudtam, hogy mi az, amit nem tudok. Ha úgy látod, hogy érdekel ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk sok szeretettel. Ne feledjétek el, a következő szeminárium április 14-én lesz itt a Budapesten a Lurdi házban. A heti bebelőadások minden szerdán 18 órakor, és vasárnap délután 4:30-kor kezdődnek. Most a szemináriumot követően nem csoportfoglalkozások, hanem PPH klub lesz, amelyet Szedlacsik Miklós fog tartani természetesen este 8 óráig.
őtőle lehet kérdezni majd ott. Ezzel a mai szemináriumunk sajnos végéhez értünk. Hogy éreztétek magatokat a mai szemináriumon? Mi is csodásan éreztük magunkat, és még egyszer hálásan köszönjük Szedlacsik családnak, hogy megszervezték, hogy ma itt lehet, hogy együtt lehettünk, és külön köszönjük vezetőnknek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdái lehettünk, és hogy minket ért az a megtiszteltetés most, hogy ilyen magas szintű elismeréseket adhattunk át. Ezt hálásan köszönjük. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk töltötte ezt a csodálatos napot, és köszönjük azt a sok szeretetet, amit kaptunk tőletek. Vigyétek haza magatokkal azt az emelkedett, szeretetteljes hangulatot, amit itt kaptatok, és tartsátok meg minél tovább, próbáljátok meg a következő szemináriumig. És szeretettel várunk benneteket április 14-én a következő szemináriumra is. Mielőtt el... És kik lesznek itt a következő szemináriumon? Látom mindenki. Mielőtt elmennétek, kérem, hogy alakítsunk ki egy kört, ahol úgy fogjuk majd meg egymás kezét, hogy a bal tenyerünk felfelé, a jobb tenyerünk pedig lefelé nézzem. Hát a bal kezünkkel fogadjuk az energiát, a jobb kezünkkel pedig adjuk tovább, és a zene elhangzása után majd ne tapsoljatok. Igen, a zene szövegére pedig figyeljetek, mert a zene soha nem véletlenül van kiválasztva, azokat Szedlacsik Miklós mindig céltudatosan teszi ide nekünk. Mindenkinek jó utat kívánunk hazafelé, és minden jót, eredményes követ... Igen? A parkoló cédulát, aki még nem kapott kifele menő parkoló cédulát Szedlacsik Mariantól, az vegye el, különben fizetnie kell kifelé menet. Jó? Tehát mindenkinek jó utat kívánunk hazafelé, sok sikert az elkövetkező időszakra, és minden jót kívánunk. Szeretünk benneteket! Sziasztok!